Szeptembertől kezdve teljes kampányüzemmódban működik az MSZP, jelentette ki a szocialisták EP kampányát vezető Újhelyi István. A politikus szerint Orbán Viktor a külföldön való tanulás, a munkavállalás és a biztonság Európáját venné el a magyar fiataloktól. Vendégünk Újhelyi István. Hát, hogy pestélyesen mondják, akkor csapjunk bele a lecsóba, jó estét kívánok. Pont azt mondja Orbán Viktor, hogy a jövőt és a biztonságot teremti meg ennek a nemzetnek, meg a fiataljainak. Hazudik. Volt már néhány olyan nemzetvezető térségünkben, aki hasonlóakat mondott, és meg tudta vezetni a saját kortársait, a társadalmát, és aztán a történelem sötét lapjain végezte. Biztonság. Miért nem teremti meg azt Orbán Viktor? Ugye úgy látszik, mintha minden az ő kezére játszana, megszűnt a migrációs nyomás Európán, legalábbis ez az elsődleges benyomásunk itt Közép-Európában, mert nem mi vagyunk az olasz partoknál. Itt van a határkerítés, az stabilan áll, és ugye azon emberben nem jön, nem is nagyon akar, ezzel is elérte a biztonsági ígéretét, és Európa azt mondja, hogy igen, van abban igazság, amit Orbán Viktor mond. Biztonságot az Európai Unió tud nekünk garantálni. Mondanám szívesen, hogy és a NATO, de ez egy picit bonyolultabb kérdés, látva Trump elnök elmúlt napokban folytatott twitteres kommunikációja, de maradjunk annyiba, hogy ilyen háborgó tengeren, mint ami ma a világpolitikát jellemzi, és ebben beszélhetünk katonapolitikáról és nagyon komoly konfliktusokról, nem olyan messzire tőlünk, például Ukrajna területén. Beszélhetünk gazdasági válságokról, mert pontosan tudjuk, hogy ezek ciklikusak, és mindig utolérhetnek minket. Forintválságról, a most már 330 forintos euró-forint árfolyamnál. Biztonságot, garanciát ahhoz, hogy egy stabil, nyugodt hétköznapot élhetnek a gyermekeink és unokáink, csak az európai közösség tud adni. Ez volt a szándéka évtizedek óta a magyar társadalomnak, hogy bevezesse Magyarországot az Európai Unióba, mikor, hogy hívták ezt a közösséget. Orbán kihasználja az Európai Unió maga gyengeségeit, és a saját politikai hazai malmára hajtja a vizet. De vannak ebben kollégái, hát ott van például az olasz belügyminiszter és pártelnök, aki 75 ezer ember alatt előtt tartott hatalmas gyűlés, és most már 30%-os népszerűsége van Olaszországban. De amit mond és ahogy mondja, az kísértetiesen hasonlít Mussolini fellépésére. Akkor, amikor ezek a kollégák találkoznak majd egymással, és egy ilyen európai térséget élünk meg, abból törvényszerűen háborúk, konfliktusok és Európán belüli menekülés lesz. Ezt nem akarhatjuk. Mi azt mondjuk, hogy egy európai Magyarországot akarunk, egy jobban működő Európában, de stabil magyarországi európai tagság mellett. Azt írja a mai nemzetközi sajtó egy része, például a Frankfurter Allgemeine Zeitung, vagy éppenséggel keresem a Spiegel online, hogy az történik Európában, amit Orbán Viktor akar. És olyan lett Európa, ahogy Orbán Viktor vizionálta pár évvel ezelőtt. Vizionálni könnyű, mert én is fel tudok festeni ördögöket a falra. De neki bejött a jelek szerint, hogy ha igaza van mondjuk a Spiegelnek. Ritkán szoktam ilyet stúdióban mondani, de azt ismerjük el, hogy Orbán egy történelmi figura. Lehet, hogy egyébként nagyon sok mindent jól látott, vagy éppen a hírszerzése, amit átadott neki információt, és ezek az információk ott lehettek más állam- és kormányfőknél is, ő nem a megoldást kereste, hanem a saját politikai továbbélését. Éppen ezért használta például az Európai Unió egészét érintő menekült válságot, migráns válságot. Ez a csomag, ezt tudjuk, hogy sokkal bonyolultabb, szívesen belemegyek, de az egész kérdést ő ahelyett, hogy megoldotta volna a problémát, arra használta, hogy ebből egy belpolitikai konfliktus és egy újabb kétharmados kormányzati időszakot két járja. Dolgot, ami mellett nem szeretnék elmenni, az egyik a történelmi figura. Orbán Viktor történelmi figura, ez nagyon sokféleképpen érthető. Tegye meg, hogy értelmezi, mire gondol. Hát, hogyha majd, ha ez csak egy címbe kerül be az ATV.hu-n, akkor hagyj kérjem, hogy egészítsük ki azzal, hogy a történelem sötét lapjain. Ettől még egészen biztos, hogy például a mi életünket, a mi kortársaink életét most már hosszú évek, vagy éppen évtizedek óta befolyásolja, és az Európai Uniós folyamatokat is. Akkor, amikor Orbán azt mondta néhány nappal ezelőtt, másfél hete, hogy ha az Európai Néppárt nem idomul az ő politikájához, akkor ő létrehozza az európai bevándorlás ellenesek, ennél azért az olasz belügyminiszter őszintén volt, mert azt mondta, hogy az Európai Populisták Szövetségét, és megcsinálnak egy olyan európai parlamenti közös választási kampányt, amelyben egészen elképesztő Trumpi minőségben és lebutított üzenetekkel megpróbálják hergelni a mi Európánk ellen választókat, Olaszországtól Magyarországig. De kérdezem én,
hogy ez kinek lesz jó azon kívül, hogy egyébként Orbán még hatalmon tud maradni egy ciklusig vagy kettőig. Ezen kívül senkinek nem lesz jó, mert szétcincálják azt az Európai Szövetséget, amelynek arról kellene szólnia, hogy ne térjünk vissza világháborúkat megelőző európai konfliktusokhoz. Biztos benne, Trump rossz minta? Kérdezem én ezt azért, mert... Mit oldott eddig meg? Mit rontott eddig el? Mindent, amit csak lehetett. Amerika... Ennyi erővel mondhatnám azt, hogy mindent megoldott, amit ígért. Épül a mexikói határon a kerítés, ennek nagyon örülnek nagyon sokan Amerikában. Hány ember szerzett ettől munkát az Amerikai Egyesült Államokban? Hány embernek lett stabilabb és biztonságosabb egészségügyi ellátása, a szociális biztonsága? Mennyivel növelte a tekintélyét az Amerikai Egyesült Államoknak, hogy egyébként továbbra is a következő évszázadban az első politikai aktor legyen a világban? Úgy gondolja, hogy meghúzható a trumpi működés végeredménye, végösszege? Természetesen nem, ízlés kérdése. De én ezt azért világban... kérdezem, mert ugye ezzel hasonlított össze Orbán Viktor működését és gondolkodásmódját, és ugye mind a kettőre azt mondják, hogy pragmatikus. Nem pragmatikus, populista. Populista a demokratikus intézmények, a biztonságos, stabil demokrácia ellenségei. És ezt ők ki is mondják. Van, aki így, van, aki úgy. Trump nem merte kimondani, mert ott Amerikában ezért egészen biztos, hogy már a sajátja is keresztre feszítették volna. Orbán kimerte mondani néhány évvel ezelőtt, és azóta is örömmel használja. Nekem az a feladatom, és tudom, hogy sokan azt érzik, hogy van még néhány hülye itt az ellenzéki oldalon, aki reggeltől estig lót, fut, mozog, és próbálja a kongatni a vészharangokat és akciókat hirdetni, de nekem az a feladatom, hogy ne nézzem tétlenül, hogy a gyermekeink országát és Európáját hogy teszik tönkre. Jó, Orbán, mint történelmi figura kipipálva értem, mire gondolt. Mondott egy másik dolgot is, hogy voltak szolgálati információi, nyilván titkos szolgálati információ, más országok vezetőitől, vagy más országok vezetői is megkapták ugyanezt. Nem mindegy. Nagyon nem mindegy, de még egyet tovább lépek. Egészen biztos vagyok abban, hogy például a szíriai konfliktus elmélyülését megelőzően orosz jelzéseket is kaphatott Orbán Viktor. Egybeesik az ő hirtelen jött migráns ellenes kampánya és kerítésépítése. Mindez egybeesik az az időszakkal, amikor Oroszország tempót váltott, és sokkal inkább a konfliktus generátoraként jelentkezett. Az baj, hogy Orbán Viktor olyan kapcsolatokat épít, amelyik segít neki előrelátni és Magyarországot, ahogy ő képzeli Magyarország megvédését, megvédeni? Ez nem baj. Az a baj, hogyha ezt rosszra használja ezeket a kapcsolatokat. Már pedig még egyszer említek valami nagyon fontosat, hogyha megnézzük a kormányzását, és akkor körbenézünk Magyarországon, egészségügy, oktatás, a kormányzás hétköznapjai, a stabil jogbiztonság, amelyben bármelyikünk állampolgárként bízik az igazságszolgáltatásból, hogy megvédi a hatalmasoktól, megvédi a bűntől, az ifjúsági munkanélküliség kérdése, a modern Magyarország víziója, egyikben sem történt most már 10 éve semmilyen erőzés. Iszonyú fontos dolgokat mond, akkor hadd kérdezzem meg, mint az MSZP egyik vezetőjét, hogy ez ügyben miért nem tudták a társadalom falát átütni? Mert hogy ezek szerint fal egyik oldalán van egy tömeg, amelyik azt mondja, hogy ez nekem így jó, a másik oldalon meg van egy tömeg, amelyik azt mondja, hogy nem jó, azok szavaztak 11,9%-ban az MSZP-re. Olyan körülmények között, amelyet a Nemzeti Együttműködés rendszere teremtett, ilyen választási rendszer, ilyen média rendszer, ilyen egészen elképesztő tömeghisztéria mellett, amelyben, hogyha mindjárt mondok egy példát, hogyha egy politikus a kormánnyal szemben szólal meg, akkor az rögtön hazaáruló, ilyen körülmények között az is csoda, hogy még egyáltalán léteznek az ellenzéki pártok, a szakszervezetek, az érdekképviseletek. Ugyanezt fel kell tenni ezt a kérdést a magyar civil szervezeteknek, hogy miért hagyjátok magatokat megbélyegezni? Nem hagynák ők szegények, de alig van társadalmi szolidaritás akkor, amikor őket támadják. Miért bántják igen, a szegény szakszervezeteket? A civil szervezetek támadása nem faj annyira, mint az, hogy nem tudom meggyógyítani a családtagomat, hogy a gyerekem rossz iskolába jár, hogy a szomszédomra nincs, aki rányissa az ajtót, mert nem működik pontosan a szociális háló, de erre sem mondja azt az emberek egy része, hogy már pedig ebből nekem elegem van. Szerkesztő úr, számos esetet tudok, amikor egyébként érdemi jó kezdeményezésekkel éltünk. Például én európai parlamenti képviselőként az egészségügyiért felelős egészségügyi biztost hoztam ide Magyarországra, az Európai Uniós egészségügyi biztost. Éppen Komáromi Zoltánnal hoztam össze például egy tárgyalást, hogy nézzük meg, hogy az Európai Unió különböző büdzséiből hogyan tudnánk plusz segítséget, támogatást hozni a magyar egészségügy finanszírozására, a magyar betegek vagy leendő betegek biztonságos ellátására. Az
egészen elképesztő volt számomra, hogy erről megpróbáltunk komoly tájékoztatást adni a közvéleménynek, és tulajdonképpen alig volt érdeklődő sajtó. De hát a kormánynak kellene ezt tudnia. Hát ez a Komáromi Zoltánnak, aki jelen pillanatban egy hatalom nélküli házi orvos és egy önkormányzati képviselő, tehát ő nem fogja tudni az Európai Uniós forrásokat egymaga lehívni. Na, a kormány én, igen? Ezt a példát akartam mondani. Maradjunk az egészségügynél. Az egészségügyi biztost én tájékoztattam arról, például Komáromi Zoltán szakmai háttéranyagaiból, hogy mi a magyar valóság az egészségügyben. Kiderült az, amikor Brüsszelben kétszer is tárgyaltam vele, majd fogadtam itthon Budapesten, kiderült az, hogy neki egészen más információkat adott a magyar állam akkor, amikor felkészítőt küldtek számára a magyar egészségügy állapotáról, és megkérdezem én önt és a televízió nézőket, hogyha kiderült volna az akkor, hogy egyébként tőlem kapott egy alternatív a valóságról egy alternatív tájékoztatót, és másnap minden címlap a kormány sajtóban azzal jelent volna meg, hogy új helyi hazaáruló, mert a kormányával szemben a valóságot közli az Európai Unió biztosával, akkor kiállt volna mellettem, és kijött volna, és azt mondta volna, hogy ez a munkád, fiam, ezt kell végezzed. Erről beszélek, hogy nagyon nehéz olyan körülmények között, amikor a kormány egyszerűen nem hajlandó a valóságról beszélni. Jó, de hogyha ennyire nehéz, és hogyha ennyire kell attól tartani, hogyha a valóságot kimondja, akkor a címlapon jelenik meg, hogy Újhely István hazaárul, akkor hogyan lesz ebből egy Európai Uniós kampánya az MSZP? Ugye nem azt látja, hogy én egyébként ettől megijednék, tehát szerintem hétről hétre bizonyítom, hogy lehet érdemi munkát végezni. Na jó, de ha ez ennyire nehéz, akkor hogyan lehet? Úgy, hogy azt kérem a magyar választótól, az ATV nézőjétől és a következő egy évben mindenkitől, akivel találkozunk, hogy adjanak nekünk több lehetőséget, több mandátumot, ne engedjük, hogy a Fidesz elkaszálja, elvigye a 21 EP képviselői mandátum nagy részét. Nekünk az Orbáni diktatúra megállításához az egyik legfontosabb állomás, hogy az európai parlamenti választásokon nem az Európát szétszedni akaró populista erőknek adunk plusz mandátumokat itthonról, hanem az hazai ellenzékből választunk olyanokat, akiknek van esélyük, hogy ott kint dolgozzanak a magyar érdekek mentén. De ma ezen az a hazafi... mit tud mondani a választóknak? Tehát én értem, de hát önökre szavazzanak, van egy mert akkor nem az Orbánra szavaznak. Nem, ennél sokkal bonyolultabb. Sokkal bonyolultabb, sokkal értetőbb. Sokkal egyszerűbbnek kell lennie. Ma az a hazafi, az a magyar hazafi, aki az Európai Unión belül képzeli a Magyarország jövőjét, és tudja, hogy ez adja nekünk a biztonságot és a stabilitást. Kettő, nekünk, ahogy elkezdtünk beszélgetni, meg kell mutatni, és erről fog szólni az általam vezetett kampány, meg kell mutatni, hogy mit ad az Európai Unió nekünk magyar választóknak. Például ezért beszéltünk ma a fiatalokról, hogy milyen lehetőségei vannak a fiataloknak, a magyar fiataloknak az Európai Uniós tagságunknak köszönhetően. És ezt le kell tudjam fordítani, le kell tudjuk a kollégákkal fordítani az agráriumban dolgozóknak, a közmunkásoknak, a pedagógusoknak, mindenkinek, minden egyes magyar családnak, tehát én arra koncentrálok a következő egy évben, hogy az Európai Unió és Magyarország viszonyának azokat a részletkérdéseit mutassam, amit el is felejtünk. Azt ugye tudja, hogy az Orbánra szavazók jelentős része nem hisz abban, hogy Orbán Viktor ki akarná vezetni Magyarországot az Európai Unióból, sőt, hát a magyar kormány és Orbán Viktor személyesen is minden lehetséges alkalommal elmondja, hogy ez nem így van. De Magyarország nem lehet az Európai Unió ellenzékében. Magyarországnak az az érdeke, hogy például a következő 7 éves költségvetési döntéseknél egy érdemi beszélgető partner és érdemi tárgyaló partner legyen az európai intézményeknek és a többi tagországnak. Nekünk azt kell bebizonyítani, hogy mi jobbat és jót tennénk Magyarországgal, hogyha nagyobb mandátumszámmal tudnánk vinni az Európai Parlamentben. Nem azért vitatkozom, csak hogy vitatkozzak, de akármi lesz az Európai Parlamenti Választás végeredménye, Orbán Viktor és kormánya fogja tárgyalni a 2021-27-es De szerkesztő, visszatérve az előző kérdésre, vagy megjegyzésére. Ha mindig csak azt néznénk, hogy egyébként a választók többsége mit gondol és miről mit gondol, akkor nagyon rossz úton járnánk, mert nem tudnánk befolyásolni, hogy egyébként a mi igazunk mellé álljanak többen. Ezért például feltette a kérdést, én most is elmondom, és mindig el fogom mondani mindenhol, én is következetesen tiltakozom a betelepítési kvóták, a felülről nyitott kvótákkal szemben. Bármit is mond a Fidesz, én sem szavaztam volna meg, és nem is fogom megszavazni egyetlen egy ilyen javaslatát sem más tagországoknak, Merkelnek, vagy bármely jobboldali politikusnak az Európai Unióban. Amit látunk most, az egy jobboldali belpolitikai viszály, hiszen szinte minden szereplő jobboldali és egy pártcsaládon belül ülnek. Nekünk baloldalról azt kell megmutatni, hogy mi mást tudnánk tenni az európai intézményekben. Tehát nemet fogok mondani én, és ebben a kampányban következetesen a betelepítési kvótákra. Mindenki megnyugodhat. Ha ez
nyújtja, ha ezt biztosítja, azt az érzetet Magyarországon, hogy egyébként nem kell félnünk milliók betelepülésétől, akkor az MSZP ezt ki fogja tudni mondani, bár még előtte vagyunk egy szakmai vitának belül, de én ezt az álláspontot képviselem. És sorba egy csomó ilyen kérdés lesz, amelyben nekünk meg kell mutatni, mit gondolunk másképp, mint a Fidesz, és mi az, amiben mi magunk is, például a magyar emberek biztonságát tartjuk elsőlegesnek. Na, majd a különböző témákat lesz még időnk a következő egy évben kibontogatni. Remélem, sűrűn leszek a vendégük, és el fogom tudni mondani. Várom örömmel, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget.